Ti vagytok a föld sója, a világ világossága, olvassuk az evangéliumban. De mit jelent ez valójában? Hogyan legyünk keresztényként jelen a világban? És miként lehet akár szavak nélkül is hirdetni az örömhírt? Az Agapé 100. adásában vendégeinkkel ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Diekis Virág, néprajzkutató, dúla és 9 gyermek édesanyja, akik közül a legnagyobb 21, a legkisebb pedig fél éves, vele együtt érkezett. A Szív jezsuita magazin rendszeres szerzője, és több olyan kötete is megjelent, amelyek a családok számára nyújtanak ötleteket a keresztény ünnepekre való készülethez és a mindennapok lelkiségéhez. Lackfi János, József Attila és Prima Primissima díjas író, költő, műfordító. Több mint 80 kötet szerzője. Vallomása szerint pár éve Isten egy várról indítható rakétával melbelőtte, és azóta szemérmetlenül beszél és ír hitéről. Az idei Stephanus díj kitüntetettje. Tapolyai Emőke, klinikai és pasztorálpszichológus, coach, egy keresztény szakemberekből álló lelki központ vezetője, amelyet azért hozott létre, hogy az emberi lélek sebeinek gyógyulásában nyújtson segítséget. Doktori munkájában azt kutatja, mi a forrása az üldözött keresztények bátorságának, hogy a megpróbáltatások közepette is vállalják hitüket. Bojki László, brácsa művész, a Budapesti Fesztivál zenekar tagja, a Bojki Brothers énekese, a színpadon túl pedig lelkigondozó, ige hirdető. Vallja, bárhova nézünk, a teremtő új lenyomata, az örök rend mindenütt megtalálható. Ő maga pedig ezt a rendet kutatja könyveiben és előadásaiban egyaránt. Különleges adás ez a mai, mert 100. alkalommal üljük körbe az Agapé asztalát, és ebből a jeles alkalomból kiindulva arra gondoltunk, hogy kicsit újra elővesszük azt a témát, amit 100 adással, 99 adással ezelőtt feszegettünk, hogy mit is jelent keresztényként jelen lenni és élni a világban. Pünkösd után talán különösen is érdekes és aktuális ez a téma. Jézus azt hagyta ránk, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Rendben van, de ezt hogyan tegyük? Kezdjük el felfejteni akkor a szálat, és köszönöm szépen, hogy a 100. adás alkalmával is tegeződhetünk. Nekem az a Szent Ferenctől jut eszembe, hogy valahogy így van, hogy hirdesd az evangéliumot, és ha nagyon muszáj, akkor szólalj is meg. Tehát, hogy lehet, hogy ez a legnehezebb is egyébként, hogy úgy élni, hogy áradjon belőled. Ezt én nem tudom, de láttam, tehát ott tapasztaltam, hogy van ilyen, tehát hogy ez így létezik, hogy valaki bejön a szobába is, és tudod róla. És a Pál Feri mesélte, hogy egyik ismerőse valami ilyen reklámújságot nyomtató, és azokat így ilyen újságbálákba összefűző cégnél dolgozott hajnalban, és akkor ezeket teljesen egyforma és fölösleges újságokat pakolázták ide vagy oda, és azt mondta, hogy az egyik munkatársa az olyan nagyon, nem tudta megmondani, hogy miért, de hogy olyan nagyon fura volt, vagy a más, mint a többiek, és hogy csak úgy elkezdett vele beszélni. Tehát ahogy nyúlt az újsághoz, ahogy bánt vele, és akkor elkezdtek beszélgetni, és akkor kiderült, hogy az illető keresztény. És hát igen, szóval, hogy így kiüssön bőrszinten az emberen, ez lenne jó, szerintem. Ja, nekem nagy kedvenceim a portás szentek. Több jezsuita portás is van, aki szent lett, mert úgy fogadott mindenkit, aki belépett az ő kapuján, hogy ő tényleg azt érezte, hogy szeretet van, hogy őt úgy fogadják, mintha Jézus vagy szűzanya érkezett volna vendégségbe. Illetve amit én felejtek el állandóan, hogy Jézus azt kéri tőlünk, hogy ha belépünk egy házba, mondjuk, hogy békessége háznak, és egy áldással lépjünk be. És most is beléptem itt a Agapé asztalához, és nem jutott eszembe áldást kérni a házra, pedig mennyire jó lenne, hogyha keresztényként úgy lépnénk be valahová, hogy az Úr áldását kérjük rá, és direkt kéri is ezt Jézus, aztán hányszor jut az eszünkbe vajon? Érdekes nekem, a ifjú koromban volt egy ilyen időszakom, amikor
így nagyon-nagyon próbáltam ezt. Tehát, hogy... hogy is mondjam? Hát így terjeszteni az evangéliumot. Katasztrófa. Tehát tényleg ilyen evangéliumi ketrecharcosként egyszerre voltam börtönmisszióban, ifjúsági munkában, evangelizációban, ige hirdetésben, mindenben, és aztán később nagyon sok olyan esemény történt velem, hát krízisek alapvetően, amik miatt rájöttem, hogy ez borzasztóan kontraproduktív. Mert a Pál beszél arról, hogy Krisztusnak illata van, hogy a Krisztus illata terjed. Na de, hogyha helyette az izzadság szagom terjed, akkor az nem jó. Az illat az meg olyan, amit nem kell terjeszteni. Itt beszéltünk arról előbb, hogy az eper illatozik. Már aki érzi, mert én nem érzem. De hogy illatozik, de nem terjeszti az illatát, hanem egyszerűen a természetéből kifolyólag terjed az illata. És van egy ilyen, ha már pünkös, ugye a tűz természete is, nem kell terjeszteni a tüzet. Ki terjeszti a tüzet? Hát az magától terjed, hogyha van. Igen, az eper ember lenne, akkor ilyen brossúrákat nyomtatna az eper illatról, meg posztolna minden nap, hogy nem újjon el úgy nap, hogy az eper illat az mennyire fontos, és nem csinálja. Igen, azt hiszem, hogy valahol ez, amikor átjár minket a Szentlélek, és nem erőből, meg erőlködésből, meg próbálkozásból, meg meggyőződésből csináljuk. Kezdetnek az is jó, hogy hirdetjük Istent, bár általában aki kezdetben találkozik Istennel, pont ő nem elvből fogja hirdetni, hanem inkább a megfáradt keresztény hirdeti elvből Istent, hanem aki találkozik Krisztussal és átjárja a Szentlélek rá, pont az a jellemző, hogy annyira el van telítődve Istennel a Szentlélekkel, hogy azt mondja, hogy ezt mindenki másnak meg kell tapasztalni. Tehát ez egy olyan csodálatos élmény, hogy ezt osztanom kell. És ez az osztás különben tényleg én is azt gondolom, hogy nem szavakból jön feltétlenül, abból is kell, hogy jöjjön, és van akinek ez az adottsága és talentuma, hogy szavakból is tud úgy átadni a krisztusi lelkületből, hogy az megragadó, de legtöbb embernél ez nem szóból van, hanem a létezéséből, ahogy létezik ebben a világban. Hát hogy nekem az egyik kedvenc történetem ilyen, egy sor, egy mondat az evangéliumban, hogy kiküldik a templom őröket, hogy fogják el Jézust. És a templom őrök visszamennek, és azt mondják, hogy ezt az embert nem tudtuk letartóztatni, mert úgy beszélte, hogy még ember nem beszélt. Most képzeljük el, Kovács II őrmester bemegy, az úriember letartóztathatatlanul beszél. Tehát hogy lehet letartóztathatatlanul beszélni? Tehát, hogy ez egy őrület, és sőt a Jézusnak a jelenléte is szinte letartóztathatatlan, vagy feltartóztathatatlan volt. Erről meg a kedvenc sztorim, az talán Egyiptomban játszódott, hogy elég sok muszlimnak egyébként megjelenik Jézus álmában, szóval ez a BBC nem beszél róla, de ez a valódi történelm, ami zajlik, hogy ezrével térnek be muszlimok kereszténynek manapság, ezt élik meg az ott misszióban lévő testvérek, és egy valamilyen felekezetű keresztény lelkipásztorhoz elment egy frissen, nem is megtért muszlim, hanem mondta, hogy ő szeretne megkeresztelkedni, mert ő találkozott Jézusra, és ezért akkor gyerünk. És akkor mondta, hogy jó, hát ez nagyon derék dolog, meg friss az élmény, és örülök, hogy ennyire lelkes vagy, de hát tudod, hogy azért ez egy iszlám ország, és a kitérőket azt halálveszély fenyegetheti, meg minden, és hogy még, szóval hogy nem kell, persze lehet keresztelkedni, de hát nem kell elsietni, hogy gondolok, hogy egy hétig, egy-két hónapig, és úgy ránézett és a srác, és azt mondta, hogy te még nem találkoztál vele. És ha már kedvenc ige, nekem az egyik ilyen kedvenc igém egészen fiatal korom óta, hogy amikor Mózes fölmegy a Sinai hegyre Istennel beszélni, és a kőtáblát, a 10 parancsolatot megírni. És amikor lejött a hegyről, akkor a nép, aki lent már a bálványnak áldozott, akkor azt mondták Mózesnek, hogy takard el az arcád. Tehát, hogy takard el az arcádat, mert ahogy az ragyog, azt nem bírjuk elviselni. És én ebben szoktam belegondolni, hogy
milyen lehetett az a mózesi arc, aki találkozik Istennel, és a nép egyből azt mondja, hogy konfrontál minket, szembesít, bár nem szól semmit, meglep minket, rácsodálkozunk, ki tudja, mennyi érzés jelenik meg, azért takard el az orcádat. Tehát, hogyha itt tudnánk jelen lenni a világba, az fantasztikus lenne. Na de hogyan? Hogyan legyünk így jelen a világban? Hogyan hirdessük így, akár szavak nélkül az örömhírt, az evangéliumot? Hogy akár már az arcunk látványa egyértelművé tegye, hogy mi találkoztunk Istennel. Hitelessége. Ez egy olyan kulcsszó, amit ilyenkor mindig bedobunk, nem, Emőke? Hát én sokat dobom be, az biztos. De mit akar ez? Az, hogy aki vagyok, az, és hogyha az Krisztusban van, már pedig én ezt próbálom megélni, akkor amikor a másodpercek töredékeim belül út elágazásokhoz kerülünk, akkor azoknál, az útelágazásoknál egyik az, hogy mivel a Szentlélek elvezet minket minden igazságra, a Szentlélek segít olyan elágazás irányba menni, ami egy idő után részben természetessé válik, illetve amikor nehezebb elágazásoknál vagyunk, akkor igazából a Szentlélek ad erőt a megfelelő irányba menni. Tehát azért a döntéseink, a cselekedeteink, a jelenlétünk, a másikról való gondolkodásunk, a belső kritikáink, vagy az irányok, amiket választunk, azoknak a Szentlélekkel átitatottnak kell lenni. És hogyha Krisztusban vagyunk, akkor ez a hiteles. Nem pedig az, hogy itt ilyen vagyok, mert ez felel meg, ott meg olyan vagyok, mert ott az a menő, vagy az a jó, vagy azzal fogadnak el, vagy úgy fognak értékelni. Én is azt gondolom, hogy a Szentlélekre való ilyen nagyon óvatos belső ráhangolódás az, ami meg tudja adni ezt a ragyogást, ezt a feltartóztathatatlan fényt. És ez nem azt jelenti, hogy az ember mondjuk már egy olyan személyiségfejlődési szinten van, vagy már annyi traumából felgyógyult, hanem inkább azt, hogy valahogyan belsőleg kifinomult ez az érzéke, hogy most éppen mi az Istennek az akarata, és ez gyakorolható. Persze könnyebb csendben, a lelki gyakorlatok szerintem ezért nagyon fontosak, mert ott a belső csendünkben ezt könnyebb megtapasztalni, mint aztán a világban, ahova viszont magunkkal tudjuk vinni ezt a finom érzéket. Milyen ízű is volt, amikor a Szentlélek tényleg vezetett. Nekem 21 éves voltam, amikor az első kislányom született, és őt vittem az egyetemre 3 hetes korától, mert hát 3 szemináriumra lehetett hiányozni, az eszembe se jutott, hogy mondjuk beszéljek a tanárral, hogy még pár hétig hadd maradjak otthon. És egy 3/4 órás luk volt az egész héten, amikor azt gondoltam, hogy na, akkor egy kicsit leülök majd, és kifújom magam, és mindig oda jött egy lányka, és beszélgetett velem mindenféléről. És most azt gondolom, a mostani fejemmel, hogy jó lett volna, hogyha én tudtam volna azt kommunikálni, hogy nekem erre a 3/4 órára nagyon szükségem lenne, hogy én kifújjam magam, akkor ezt nem tudtam megtenni. És utóbb kiderült, hogy válságterhességben volt a lányka, erről persze velem egy szót sem beszélt, és amiatt tartotta meg a kisbabáját, mert látott minket együtt Rózsával, hogy ettől nem ért véget az élet, hogy kisbabája született az embernek az egyetem alatt. És azt gondolom, hogy én abban a pillanatban a saját sebzettségemmel, a saját határtartani képtelenségemmel, a belső fortyogásommal valahogy mégis az Úrnak az eszköze tudtam lenni, hogy ott ültem ezzel a lányjal hétről hétre. És ezért annyira hálás vagyok, hogy tényleg nem azon múlik, hogy én éppen mennyire vagyok jól, és mennyire vagyok jó, hanem azon, hogy ő használ, ha engedjük. Most a 9. gyermekeddel vagy itt már nálunk, még együtt vacsoráztunk vele. Igen. Amikor legutóbb voltál, akkor még vártad őt, most pedig már el is hoztad, gratulálunk. Így van, köszönjük szépen. Isten áldjon titeket. Ti vagytok a föld sója és a világ világossága, ezt mondja rólunk Jézus. Mit jelent a föld sójának lenni? Akartam volna kérdezni a történeted előtt, Virág, de most már úgy kérdezem, hogy ezt jelenti a föld sójának lenni? Így jelen lenni? Így tanúságot tenni? Számotokra miben ragadható meg ennek a lényege? Ti vagytok a föld sója. Én úgy gondolom, hogyha a missziót nézzük, akkor általában arra fektetjük a hangsúlyt, hogy milyen kapcsolatban legyünk az emberekkel, és feléjük hogyan közvetítsük az evangéliumot. De visszatérve Emőke példájához, hogy Mózes lejön és sugárzik az arca,
a történetben egyáltalán nem az a kérdés, hogy Mózes és az emberek, hanem hogy Mózes Isten jelenlétében volt. Ott vált sugárzóvá az arca. Hát olyanok vagyunk, mint azok a gyerekjátékok, ezek gumikacsák, amik így fluoreszkálnak, vagy hogy kell mondani, foszforeszkálnak. Ha fénybe teszed, és utána sötétbe, akkor ragyog. És Mózessel ez történik, lejön ugye abba egyébként erkölcsi fertőbe, amiben leérkezik, onnan föntről. És az ő a ragyogálásának a titka az nem abban van, hogy az emberekhez hogy fordult, hanem hogy Isten jelenlétéből jön. Isten jelenlétéből érkezik. És én úgy gondolom, hogy Mózes nincs is tudatában annak, hogy ragyog az arca. Tehát ő nem ragyogtatta az arcát. Én úgy gondolom, hogy kicsit sok szó esik arról, hogy mit csináljunk az emberekkel, hogy győzzük meg, de hogyha nem itt van a hangsúly, hogy az emberekkel milyen kapcsolatban van, hanem az Úrral milyen kapcsolatban vagyok, akkor ő végzi ezt a missziót úgy, hogy nem is, lehet, hogy nem is tudod. És az ige jutott eszembe, amit Mózesnek mond Isten, amikor azt mondja Mózes, hogy mutasd meg az arcodat, meg mutasd meg az utat, és azt mondja neki Isten, hogy megláthatsz engem hátulról. Tehát Istent mindig csak hátulról láthatjuk. Én szerintem minden olyan módszer, rendszer, amiben megpróbáljuk előre Isten, nem tudom mit, az ő cselekedeteit? Produkálni, meghatározni. Igen, és lemodellezni, igen, az inkább mágia. Vagy kiprovokálni. Igen, az egy mágia. Ő úgy dolgozik, hogy hátulról látjuk őt meg, előről nem. Amit már elvégzett. És egyszer csak ott vagy, hogy én is ott voltam. Ezta. És ez az igazi misszió. Igen, és ez a legjobb, amikor visszajön az emberhez, és tudom, hogy nem akartam semmit csinálni, volt ugye egy hívóalmam karácsonykor, és utána visszajött hozzám ilyen mindenféle, valaki beírt valahova egy kommentet, amit aztán véletlenül láttam, hogy a rehabilitáción a balatonfüredi szívkórházba ő megérkezett idősen, összetörten, elég rossz hangulatban és kilátásokkal küzdködve, és az első, aki szembe jött vele, az én voltam, és így fütyöréztem, olyan jó hangulatban voltam, és elmentem. Én egy árva szót nem mondtam, nem is gondoltam, meg úgy ott mindenkinek köszönöm, mert mind szívesek vagyunk, úgyhogy ez egy falu gyakorlatilag, és nem akartam egyáltalán evangelizálni, vagy bármit sugározni, csak úgy örültem, hogy élek, hálás voltam érte rettentően, és örülök, hogy ezen keresztül valami át tudott menni, hogy én félvezetővé vagy vezetővé válhattam ebben a tekintetben, hogy visszakaptam az életemet, és akkor úgy látszik, ez látszott, hogy én ezt élvezem. János, szerettem volna erre rákérdezni egyébként is. Jó, köszöntöttünk téged, amikor megérkeztél, mondtuk, hogy mennyire örülünk, hogy itt vagy, és valamelyik kolléga mondta, hogy talán még nem is örültünk ennyire soha, hogy köszönthetünk itt az Agapé asztalánál. Mert hogy te azért egy óriási tapasztalattal lettél gazdagabb, de hát ezt így kimondani nagyon egyszerű, gondolom, hogy átélni ennél sokkal összetettebb volt. Gyakorlatilag, ahogy egy püspök fogalmazott neked, becsapták előtted a mennyország ajtaját, és azt mondták, hogy maradj még. Igen. Hát ebből gondolom, hogy van még valami feladatom, úgyhogy hát ez tényleg olyan, amikor ott feküdtem az ágyon, és ugye egy ilyen szeliden egy kis traktorra valaki rátalotott a mellkasomra, a másik meg próbálta letépni finoman a balkaromat, ez egy ilyen klasszikus forgatókönyv a szívrohamra, akkor az volt bennem, hogy tényleg ez fele-fele. Nagyon hálás voltam egyfelől azért, hogy hát ugye éltem, meg szerettem, meg utaztam, meg írtam annyit, hogy tulajdonképpen más esetleg 3 évlet alatt sem, tehát hogy tulajdonképpen tehát nem mondom, hogy mindent befejeztem, mindent leraktam, mert jó nagy katyvasz maradt volna utána, de hogy tényleg úgy voltam vele, hogy kész van a podgyász, tehát mehetek tulajdonképpen, csak szerettem olyan rettetesen maradni, meg még szalagavatóján a most 8 éves kicsi lányomnak táncolni vele, meg hasonlók, ilyen emberi dolgok. És az nagyon jó volt, hogy ez otthonért, és a kicsi lányommal, meg a feleségemmel voltam. Kicsi lányom el is szaladt volna, és akkor voltam elég önző ahhoz, hogy mondjam, hogy jöjjön oda, és aranyos volt, hogy oda is jött ebben. Jó nagy terhet raktam rá, de nekem meg nagyon fontos volt, hogy tőlük is bocsánatot tudjak mindenért kérni, amit elrontottam. A Jóistentől is, hogy oda tettem az életemet, úgyhogy az egy nagyon komoly pillanat volt, ami
Hát tényleg azért azt lehet mondani, hogy persze mindenféle hullámhegyek, völgyek azóta is voltak, de hát azóta is meghatározza az életemet, hogy nem tudok nem hálás lenni. Egyébként most is ugye gombóc van a torkomban, tehát ez így pszichológia is, mert mondták, hogy a szívesek azoknál hamarabb van a sírás, de én amúgy sem voltam olyan nagyon nehezen sírós, hogyha olyan érzelmes helyzetben voltam, vagy oda kerültem, úgyhogy hát ez fontos, nagyon fontos tapasztalat, de tulajdonképpen szokták mondani, hogy örülök, hogy látlak, ugye, aki így hallotta a hírem, mondom, én is örülök, hogy látok, úgyhogy hogy abszolút benne van az életemben, hogy ez egy hosszabbítás, ez egy ajándék. Először is az volt, csak így, amikor visszakapja az ember, akkor még jobban érzi. Jó ránk ijesztettél, ne csinálj ilyet többen. Örülünk, hogy itt vagy. Én is örülök, hogy itt vagyok. Hogyan éljünk úgy, hogyha infarktus nélkül élünk, hogy földsója legyünk és világvilágossága? Emőke, mit tegyünk, hogy minden hétköznapunk ilyen legyen? Lehet egyáltalán lehetséges, hogy minden hétköznapunk ilyen legyen? Hát én most inkább úgy mondom, hogy a Lacira rákapcsolódva, hogy lehet, hogy nem a tegyünkre kell fókuszálni, hanem hogy kik legyünk. Tehát, hogy nem amit produkálok, hanem aki vagyok. És akkor aki vagyok Krisztus tenyerében. A sónak, ugye én mint háziasszony két nagy funkcióját ismerem, az egyik az ízesítés, a másik a tartósítás. Hogyha nekünk az a feladatunk ebben a világban, hogy sók legyünk, akkor ízesítenünk kell. És hát sokféleképpen lehet ízesíteni, meg tudunk is sokféleképpen ízesíteni. Én biztos tudok úgy is ízesíteni, hogy nem szeretnék, de valóban a krisztusi ízt, szeretetet, jelenlétet, kegyelmet, a mennyországnak valahol az előízét behozni ebbe a világba. És a tartósítás pedig tényleg valahol az is ott, úgy gondolkodtam ezen, hogyha ez lenne ennek az üzenete, vagy ez benne van az üzenetve, hogy olyanok legyünk, mint a világ sója, hát akkor az Istennel való kapcsolatnak a megőrzése. Mert azért azáltal, hogy elszakadtunk a paradicsomtól, és elszakadtunk Istentől, azért nekünk szükségünk van olyan jelenlétekre, akik emlékeztetnek minket annak arra, hogy menjél vissza abba a tartós minőségi kapcsolatba. És különben még egy dolog jutott eszembe, abban az időben, amikor ez elhangzik, akkor a só az aranyat érő fizetőeszköz. Tehát, hogy ez egy olyan kincs, ami tulajdonképpen, ha azt nézem, akkor valahogy Jézus azt mondja, hogy mi lenne, ha ti lennétek a világ kincse? Ha úgy tudnátok élni, hogy azt mondják, hogy ezek kincs, ezek aranyat érnek. Hát magyarul mondjuk ide, ezek sót érnek. Hát mekkora különleges elhívás ez. És ugye Jézus azt mondja, hogy onnan tudja meg a világ, hogy engem az Atya küldött, hogy ti egymást szeretitek. És ez egy csodálatos felszólítás, mert valahol azt mondja, úgy szeressétek egymást, hogy a világ ezt fogja megnézni, és ez alapján fogja eldönteni, hogy én Isten fia vagyok-e vagy se. Ezt Jézus maga mondja. Ez egy döbbenetes sónak való felhívás. És hogyha ezt így látjuk, akkor nem is biztos, hogy mányt akkor még jobban értjük azt, hogy nem csinálnunk el, hanem lennünk. Óriási feladat, nem? Még így a sóval kapcsolatban jutott eszembe, hogy a régi Izraelben úgy sóztak, hogy a sógödörből kivették ezt a földdel keveredett sót, és azt egy sűrű szövésű lembászon szütyőbe tették, és ezt mártogatták bele a levesbe. És így van az, hogyha a só ízét veszti, akkor ugye mivel sóznak, ha már annyira kiázott, hogy nincsen benne több íz, és hogy akkor vissza kell menni a sógödörhöz, és föltöltekezni a kis világító kiskacsáknak. Tehát, hogy ott is, hogy hogyan lehetünk a föld sója, csak úgy, hogyha mindig újra töltődünk a sógödörből. Mert különben a világ levesében kiázik az íz. Ott viszont újra ugyanolyan ízesek tudunk lenni, mint az elején. Tehát ez az első szeretethez való visszatérés, amiből tudjuk szeretni egymást. Néhány nappal vagyunk pünkösd ünnepe után, a múlt héten pedig ennél az asztalnál a Szentlélekről és pünkösd ünnepéről beszélgettünk. Pünkösddel egy új küldetést kaptunk. Nagyon sok minden kitágult, új értelmet nyert. Laci, te a zenéddel, a szolgálataiddal ezt a küldetést próbálod beteljesíteni, ha jól értem.
ennek akarsz megfelelni, ennek akarsz szolgálni. Jól látom én ezt? Ugyanúgy az írói munkásságodon, mint a lelki gondozói, ige hirdetői és a zenei munkásságodon? Ja, most át kell gondoljam, hogy jól látod, de nem tudom, hogy látod. Mondd csak azt nyugodtan, hogy igen. Szóval nincs, bennem nincs ilyen motiváció, hogy meg akarok felelni. Tehát nincs egy ilyen, hogy... Ezt most azért mondom, mert erre tudok reflektálni, mert volt. Nincs ilyen. Hanem ebben érzem magam teljesnek. Tehát azt gondolom, hogy akkor vagyok a helyemen, amikor én ezt végzem. És akkor látom is ennek az értelmét. Látom ennek a... Tehát átjár ennek az öröme. Hogyan végzed ezt olyan közegben, ami mondjuk nem kimondottan vallásos? Ha jól emlékszem, amikor elkezdtetek a Boyk Brothers-el működni, ugye a gospelt hoztátok be, és valaki azt mondta nektek, hogy ez jó, meg szép, de mi lenne, ha nem ilyen istenes dolgokat énekelnétek? Igen, lehet, hogy még a karrieretek is gyorsabb lenne. Ezt nagyon szívesen kiadná. A lemez címe az volt, hogy The Fruit of the Spirit, a lélek gyümölcse, és a minden egyes dal az egyik volt ezek közül, ugye a Galata levélből, hogy neki nagyon tetszik ez a zene, csak mi lenne, hogyha más szöveg lenne. És akkor először nem értettük, hogy mire gondolkodik. Még I love you, baby. Vagy persze, de minden Jesus baby-re kell cserélni, meg sunshine, meg mit tudom, és akkor... De hát abszurd volt. Tehát ez azt jelenti, hogy az nem az, tehát annak semmi értelme. Úgyhogy hát az volt az utolsó beszélgetésünk az illetővel. De itt se azért, mert jaj, hát azt nem szabad, vagy jaj, mert ez kell, hanem mert az a zene így teljes, az így jó. Annak így van értelme. Igen, meg hogyha kapnánk egy ilyen megbízást, hogy mondjuk lesz egy ilyen 2 milliárd fős nagy cég, és akkor ahhoz hozunk össze egy alapcsapatot, akkor ugye kiírnánk a tendert, Jeruzsálemi Hittudományi Akadémián meghirdetjük a legjobb fejek, a PhD érdeklődünk, hogy na kit érdemes, és Jézus mit csinál? Lemegy a kiködőbe, te, csak ezelőtt ott van, ugye kiválasztja az apostolokat, csak ezelőtt ott van egy éjszaka, amit átimádkozik. Ő, mint Isten fia, mint a nagy proféta, és így tovább, fölmegy a hegyre, hogy Isten jelenlétében legyen egy egész éjszakán keresztül, és amikor megtelik vele, akkor lejön, és akkor már rá tud úgy nézni azokra. Egyik az bunkó, a másik fogalmatlan, a harmadik túlművelt, a negyedik félművelt, és nem úgy állítja össze a csapatot, ahogy mi valószínűleg ilyen iszonyú körültekintően. Mi összehozunk egy konferenciát, mindenki kap egy jelvényt a nyakába, sok fekete kávé fogyjon, meg pogácsa, és akkor megoldjuk, összehozzuk, hogy hogyan legyen sós a föld. Egyszer volt nálam egy pár, aki most eszembe jutott, és a férj magyarázott nekem, és a feleségének is magyarázta, hogy el tudja képzelni, hogy micsoda erőfeszítés volt hozzá hűnek lenni, körömmel, foggal ragaszkodtam, csak hogy hűséges maradjak. És emlékszem, hogy ott ültem, mint szakember is néztem, és az volt bennem, hogy szegény. Nem tudtam, hogy kit sajnáljak jobban, a férjet vagy a feleséget, mert ez mindent csak nem szeretett. Tehát ez egy megfelelés, ez egy kényszer, ez egy nyomorúságos állapot. És hogyha így akarunk Krisztusban maradni, akkor ez szegény, ez egy nyomorúságos állapot. De ugyanakkor az is igaz, hogy amikor egy ember valakibe szerelmes lesz, akkor hiába kéri, hogy egy kicsit valami másról beszéljél, csak ő róla tud beszélni. Hiába mondjuk neki, hogy jó, nagyon, nagyon örülünk, hogy találkoztatok, nagyon frankok vagytok, csak most másról beszélünk. Nem lehet másról beszélni. Tehát azért látva a gyerekeim szerelmeit, meg látva, megélve a hozzám jövőknek ez ilyen szerelmes kérdéseit, ez tényleg úgy van, hogy ez egy megállíthatatlan tűz. Mennyivel inkább az, amikor Krisztusba szeretünk bele, és megértjük, vagy nem értjük, mert most soha nem értjük meg, elkezdjük megérezni az ő irántunk való szerelmét. Megállíthatatlan, nem kell csinálni. Ott jön, ott árad, ott sugárzik, ott tartósít, ott ízesít, ott van. Ez végbe megy bennünk, ugye, ha jól értem? Igen. A következő kérdés, hogy kell-e erről kifelé kommunikálnunk, kell-e erről beszélnünk? Lehet-e a hit magánügy? Mert sokan azt mondják, hogy nagyszerű, hogy ezt átéled, nagyszerű, hogy szerelmes vagy.
Van, aki hozzátesz, hogy szerelmes vagy egy mesefigurába, ez a te magánügyed, ezzel légy szíves, ne terheld a társadalmat. Szóval lehet a hit magánügy? Hát ezt az első adásban már megbeszéltük, hogy nem. Emlékszel-e 99 adásra? Sok mindenre, de emlékszem, de erre igen. Emőke és János, ti akkor is itt ültetek az asztalnál. De nem ezt mondtad? Én remélem ezt mondtam. Nézzük meg, mit mondanak rá Laciék, Virágék. Lehet a hit magánügy? Nem lehet magánügy. Nem lehet magánügy, de azt sem gondolnám, hogy úton útféle mindenképpen beszélni kell róla. Nekem az a tapasztalatom, hogy az Úr elém hozza azokat a helyzeteket, amikor beszélni kell róla. Erre például 18 éves koromban Kerényi Lajos atya készített föl a bérmálásra, és vizsgázni kellett a bérmálási kérdésekből. És én pedig magamban ezen nagyon morcoskodtam, hogy miért kell ebből vizsgázni, erre mikor lesz az életben szükségem, ugye ez a tipikus kamasz kérdés, ezt még mikor lesz erre az életben szükségem, hogy ezekre a kérdésekre válaszolni tudjak, és ezt imában vittem az Isten elé, hogy ez micsoda butaság. És még azon a héten ketten szólítottak le a villamoson ilyen hittanos kérdésekkel, hogy látom rajtad, hogy kereszt van a nyakadban, figyelj, mondd már meg, hogy... És akkor mondtam, hogy jó, most már látom. Szóval, hogy egyértelmű az a helyzet, azt gondolom, amikor beszélni kell róla, és inkább többször, mint kevésszer, nekem az a tapasztalatom, de nyilván van az a helyzet, amikor az ember nem beszél róla, esetleg magában imádkozik, esetleg még azt sem. Ez teljesen a Szentlélek indítatásán múlik, azt remélem, azt gondolom. Téged is megkérdeznek csak úgy. Lehet-e a hit magánügy? Hát lehet-e az eper illata? Eper belügy, nem. Az eperségéből származik és következik, hogy betölti az illatával ezt a teret. A Gyökösi Bandi bácsi meséli, hogy volt egy ilyen melós, talán valami gyáregység, és akkor jött valami ilyen ellenőr vagy revizor, aki ott nézte, hogy megy a meló, és mindenki ott güzül, mindenki fűrésze, eggeszt, minden, és akkor egyszer csak kimegy az illető ellenőr. Mindenki hátradől, rágyújt, lapát támaszt, szokásos izé, és csak ott egy bácsi tovább folytatja. És akkor szólnak neki, Béla bátya, kiment a góré, és az enyém, nem? És ő keresztény. Tehát nem tulajdonképpen ez a show ott a munkahelyen, hogy ez meglátszik, de nem abból fakadt ez, hogy ő ott most valamit ragyogtatni akart, hanem egyszerűen csak ő önmaga volt. És azt mondta, mint keresztény, a munkáját nem ahhoz viszonyítja, hogy most nézik vagy nem, hanem a lelki ismeret alapján jól akarja elvégezni. És akkor egy ilyen bolond Béla bácsi valamit felmutat Krisztusból. Ez a legnagyobb misszió. Ott egy kanadai apáca hölgy, aki elég sokat ő repülőn, ilyen előadásokat meg tartani, mindenhová hívogatják, és akkor mindig visz magával azt mondja, a repülőre körülbelül 20 éve röbdös, vagy 30, és mindig visz magával a könyvet, és azt mondta, hogy jó Istennel kötöttem egy fogadást, hogy én viszek magammal a könyvet, de hogyha valaki olyat ültetsz mellém, akivel beszélgetni kell, akkor nem nyitom ki, és azt mondja, hogy azt a könyvet még soha nem nyitotta ki, tehát hogy ez egyfajta ilyen, ez egy ilyen készenlét, és amit a Virág mondott tényleg, hogy a Jóisten meg elvisz oda, ahol meg kell nyilatkozni. Tehát, hogy vannak olyan áldatlan szegletei a világnak, ahová éppen csak egy áldás kell. János, már te is említetted, hogy vannak olyan területei a világnak, ahol azért, hát hogy is mondja, minimum életveszélyes kereszténynek lenni. Emőke, te pedig az elmúlt években nagyon komoly kutatómunkát fektettél abba, hogy megismerd ezeket a közösségeket, és nagyon sok üldözött keresztény közösségről most nagyon komoly tudásod van már. Az üldözött keresztények bátorságát kutatom. Tehát, hogy én azokat a magyar keresztényeknek, akik még élnek közöttünk, és nagyon nehéz életszakaszt éltek meg az üldöztetésük miatt, őket interjúztattam, illetve hasonló kutatásoknak olvastam utána. Kínában és ugye egyéb országokban, más volt kommunista országokban is, és ugye az volt a kérdésem, hogy mi ad nekik erőt, mi az összetevője a bátorságuknak. És az egyik tézisem, amit kiemelek, az pontosan az, hogy
sokféle bátorságot megfogalmaznak filozófiailag is, és megfogalmaznak a pozitív pszichológiában is, de az a fajta bátorság, amiben általában mások gondolkoznak, az egy külső erővel szembeni harcról szól. Itt pedig a bátorság az azt jelenti, hogy aki bátor Krisztusban, hogy megmarad az ő tanításaiban és a vele való kapcsolatban, ez egy önként vállalt üldöztetés. Tehát ez egy önként vállalt, mert bármelyik üldözött keresztény lemondhat a hitéről. Bármelyik pillanatban is megszűnik az üldöztetés. Míg a különböző egyéb bántalmazások, bántások, üldöztetések nem feltétlenül lehet ott lemondani. Tehát nem mondhatok le a színemről, hogy melyik nemzetből jöttem, tehát ott ezzel nem tehetnek semmit. De a kereszténységnél megtehetné bármelyik hívő, és sokan meg is tették, hogy azt mondták, hogy feladom a hitemet, csak ne üldözzetek. Tehát akik szenvedtek, ők önként vállalták ezt. És azért engem nagyon érdekelt, és még kutatom azt, hogy mi az, amiért ők ezt emellett ki tudnak tartani. Az egyik erőforrásuk a közösség megtartó ereje, a másik mindenféleképpen az egyik a Krisztussal való kapcsolatuk. Tehát az az érdekes, hogy ők eljutottak egy olyan bátorsági szintre, hogy azt mondták, hogy így is úgy is üldözni fognak, akkor hirdetem a Krisztust minden lehetőségemmel, és még azon túl is. És ez talán azért érdekes, mert ugye én is mondom azt, hogy nem az, amit csinálom, hanem az, aki vagyok, az számít. Ahogy benne vagyok a Krisztussal való kapcsolatom, ahogy a létezésemmel, a cselekedeteimmel, a munkámmal. Ez így azt gondolom, hogy továbbra is állja a helyét, de fontos kiegészítenünk azzal, hogy és lehetőségeken túl is a szavunkkal hirdetni kell Krisztust. Tehát aki nem tudja, hogy mire kérdezzen rá, az honnan fogja megismerni Krisztus. Tehát nekünk beszélni kell róla, nekünk meg kell mutatni, tapintattal, odafigyeléssel, de szeretetből fakadóan meg kell mutatnunk azt, hogy van egy Istenünk, aki oda van érted, aki szerelmes beléd, aki az életét adta érted, aki azt akarja, hogy vele kapcsolatban légy, ne csak most a Földön, hanem egy örökké valóságban. És ez egy felelősség. És különben hagyd tegyem már, ha a 100. alkalom, hogy ne tartson magamba ezt, hogy hát az Agapi műsornak ez az egyik csodálatos lehetősége. Hogy beszélgetünk olyan kérdésekről, és kitárjuk így a nézők elé, hogy ezekről a kérdésekről lehet keresztényként gondolkozni és beszélgetni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit itt most így csináltok, mert én csak vendég vagyok. Tehát ezt mindenféleképpen ki akarom emelni, mert a létezésemmel, a cselekedeteimmel, de a szavaimmal is hirdetem Krisztust. És több száz vendégünknek vagyunk mostanára. Hálásak, hogy megtettétek ezt. Szerintem kimondtál egy újabb kulcsszót, Emőke, a közösséget. Sokszor halljuk, hogy közösség nélkül elhal a hit, hogy közösségben máshogy tudjuk megélni a hitet, hogy mennünk el és közösségeket kell építeni. Nem mindenáron, nem önmagáért való módon, de egyszerűen szükség van rá, hogy a hitünk növekedni tudjon. Miért ilyen központi kérdés ez a hit szempontjából, a kereszténység szempontjából? De nekem az, hogy közösségben vagyunk, az egyszerűen a mindennapok egyik nagyon nagy erőforrása. És nem csak a barátnőim, a kis szeretett falum, akik támogatnak, nem csak anyósom, aki most vigyáz a kisbabámra vagy édesanyám, hanem igazából az egész történelmen átívelő közösség ez. Tehát amikor egy szentmisén vagyok, és azok a szavak hangzanak el, amiket az első keresztények mondtak, és összekapcsolódik az egész egyház, amikor együtt térdelünk Krisztus elé a szent vagy az Úr felmutatás pillanatával. Ez nekem akkora erőt ad, hogy én egy áradásban vagyok, egy kis csepp, és nagyon sokan vagyunk, és nagyon sokan tartjuk egymást. És ott vannak beteg testvérek, akik imádkoznak értünk. Tudom, hogy van olyan, aki imádkozik például a sok gyermekes szülőkért, hogy bírják, és az ő szenvedéseit, az ő tehetetlen, fájdalmas betegségét abba fordítja, hogy erőt ad az egész egyháznak. És így van közösségben az elvonult remete és a világban nyüzsgő előadó művész vagy költő egy olyan nagyon szoros fonadékot alkot, ami Krisztus teste ebben a világban.
szerintem keresztény közösség nélkül teljesen elképzelhetetlen. Csináltak egyébként egy olyan felmérést, azt hiszem amerikai felmérés, hogy egy kórháznak a betegeiről csináltak egy listát, és ez egy teljesen random két felé osztották, és az egyikért hónapokon keresztül imádkozott egy imacsoport, a másik halmazért meg nem. És utána megvizsgálták a két csoportot, és kiderült, hogy sokkal többen gyógyultak meg, és éltek túl abból a csoportból, amelyikért imádkoztak. És én ezt akkor éltem át, amikor frissen bekerültem infarktussal az intenzívre, és akkor felhívott a párbáról szomszéd faluból Gábor atya, hogy jöhet-e hozni az oltári szentséget nekem, és mondtam, hogy hát persze, és első gondolatom rögtön az volt, hogy ki vagyok én, hogy az Úr jön hozzá, Uramnak anyja jön hozzám, ugye mondja Erzsébet, de hogy ki vagyok én, hogy az Úr jön hozzám, és mondta is, hogy hát Isten kedves gyermeke vagy, és akkor bejött abba a szobába, ezért is fontos ez a láthatatlan közösség, ahol hatan feküdtünk, és ott zsinatoltak a rokonok, meg akik jöttek. Az egész olyan kicsit, hát így magyarosan szólva ciki volt. Én ott ültem, valamiért rettentesen izzadtam, és majdnem pucér volt, hát egy alsó gatya volt rajtam. Ilyen nagyon méltóság teljes helyzetben ott ültem egy szívroham után, és elmondtam az áldozás szavait, és magamhoz vettem Krisztus testét, és Gábor atya meg nagyon jó fej volt, meg miután megbeszéltük, meg megtörténtek a dolgok, azután odalépett a szomszéd ágyakhoz, ahol nem volt éppen úgy rokon, vagy és egy katolikus pap vagyok, segíthetek-e valamiben? És ugye én azt gondoltam, hogy egyedül vagyok. És az egyik ágyszomszédom megáldozott, a másik ágyszomszédom kérte, hogy egy kicsit hadd beszélgessem vele. Szóval, hogy egy közösségben találtam magam, anélkül, hogy ezt akár én is tudtam volna, és ez Isten emberének a jelenléte volt, ami előhívta ezt, mint egy ilyen titkos írást, amit én nem tudom, citromlével ráírnak egy papír, és aztán elhúzzák a gyertya fölött, és akkor látszik, hogy ilyenre van valami írva. Apostolok cselekedetei elején van egy ígéret, illetve egy felszólítás, első fejezet 8. versben, hogy menjetek el, elmentek, erőt kaptok. Ugye előtte érdeklődnek, hogy nem ebben az időben állított, hát szóval ilyen történeti kis tájékozódás, és mondja, hogy semmi közötök hozzá, nem a ti dolgotok tudni időkről, alkalmakról, viszont ellenben erőt kaptok, és elmentek Jeruzsálem, Júdea, Samária és az egész világ végső határáig, és hirdetitek az evangéliumot. Ezt mondja Jézus, ugye ez a témánk. Hogy történik ez meg? És állítanak missziós bizottságokat az apostolok? Ja nem, ugye? Ja nem. Tehát, hogy nem így történik meg, hanem a 8. fejezet első versében, miután először ennyi-bennyi, utána jól megverik az apostolokat, aztán kivégzik Istvánt. Azt olvassuk, és én néztem, hogy ezt én még sose láttam, hogy az egész jeruzsálemi gyülekezet több ezer ember szétszélett. Csak 12 apostol maradt Jeruzsálemben. Igen ám, de ezek az emberek vitték el és teljesítették be ezt a felszólítást, és nem egy bizottság. A közösség. A közösség, amelyik egyébként egy borzalmas trauma miatt, és nem azért mentek el, hogy menjünk el, és akkor hirdessük az evangélium. Nem. Hanem ennek a felese, tréfa, itt nagyon nagy baj van. Tehát van egy borzasztó életválság, és a közösség végzi el azt, amit sokszor mi nagy sztároktól, vagy ilyen hívő celebektől várnánk, hogy majd viszi az, majd ő kiáll, és akkor ott a stadionban elmondja. Majd ő elzenéli, és akkor ma de nem így működik, hanem szétpumpál, mint hogyha a szív szétpumpálná az életet a környéken. És így válik valósággá ez a dolog. Ez egy test, ez egy organizmus, ez a közösség. Csak mi individuálisak vagyunk, és kihozanító, és nekem nagyon vigasztaló. Ha már a közösségről beszélgetünk, mindannyian jó párszor voltatok már az Agapé vendégei, és sokat kaptunk tőletek. Ti mit kaptatok ettől az asztal közösségtől? Volt olyan gondolat, ami megfogott titeket, amit magatokkal vittetek? Itt az adás végén kérlek, hogy osszátok meg ezeket velünk. Én amikor Sterczer Hilda ült itt közöttünk,
ő mesélte azt, hogy amikor fönn vagy 7-8 ezer méter magasan, akkor gyakorlatilag az, hogy elmenj mint innen az ajtóig, vagy egy 10 lépést, vagy 20 lépést tegyél, az gyakorlatilag egy folyamatos, megfeszített koncentrációt igénylő ember feletti munka. És tudod, hogy nem, tehát hogyha elesem, akkor jaj, bocsi van, hanem hát az egy akár halállal végződő veszély is lehet, tehát hogy egy folyamatosan, tehát hogy egy teljesen más lelki és tudatállapot, és ez engem nagyon megütött már akkor is, és beleírtam egy novellámba, ami egy ilyen szívbetegekért létrehozott alapítványnak a felkérésére született, létező esettanulmányok alapján, mint a szívproblémával élésnek a metaforáját, hogy egy másik közeg, egy másik energiabefektetés, egy másik felmérése annak, hogy típusú felmérése annak, hogy mire vagyok képes. És hát ez a novella annak a kórháznak a falára került ki, ahová én aztán 2 hónap múltán, mint ügyeletes kórházba bekerültem, csak ugye egy másik bejáraton, tehát egy időbe telt, amíg leesett egyet, hogy én ugyanott vagyok, ahol virítanak az írásaink, amit kollégákkal megírtunk, tehát hogy tényleg tehát legalább egy évvel előtte már én ismerkedtem a Hildának a szavain keresztül avval, amiről nem is tudtam, hogy készülődik az életemben. Én egyrészt nagyon hálás vagyok az Agapénak az ismerettségekért. Szóval akiket akár a képernyőn keresztül, akár itt az asztalnál megismerhetek, ez akkora kincs a számomra, hogy már csak ezért is megéri nézni a műsort. Ami gondolat pedig most eszembe jutott, az néhány héttel ezelőtt a Jób Máté evangélikus lelkész beszélt arról, hogy mennyire csodálatos, hogy Isten egy teremtő szót mondott. Tehát, hogy ebbe a gyenge, verbális, sok félreértéssel és meg nem értéssel terhelődő emberi kommunikációba lépett be, holott ő bármit tehetett volna, fújhatott volna, egy gesztus tehetett volna, de nem, ő megszólalt. És hogy ettől kezdve a szó az mennyire az ő forrásából fakadhat, és mennyire teremtő erő és kapcsolatépítő, és az ő erejét hordozó szó lehet a számunkra is. Ez annyira megragadott engem, hiszen ugye így gyakorló anyukaként napról napra látom, hogy egy-egy szóval lehet rombolni, és lehet építeni, lehet megkötni utakat, és lehet feloldani, gyógyítani sebeket. És hogy ez Isten kezdte. Nekem is hasonló, mint amit Virág mond, hogy nagyon örülök ennek a műsornak, és főleg, hogy olyan mennyiségű szenny árad a médiából, a különböző, a legkülönbözőbb helyekről, és hogy ebben a műsorban itt nem történik más, és itt csatlakoznék hozzád, mint hogy szavak hangzanak el. És ezek a szavak, ezek fölmutatnak, és ezek a szavak bizonyságot tesznek az evangéliumról. És ez egy hihetetlen kincs. Tehát nekem a legnagyobb dolog az, amit így az egész munka üzen. És ott meg Emőkéhez kapcsolódnék, hogy arról beszéltünk, és talán tényleg a legfontosabb az alapállás, hogy az Úrral milyen kapcsolatban vagyunk, hogy föltöltődünk. De igazából itt pedig középre tehetjük azokat a szavakat, amik életeket menthetnek meg, életeket változtathatnak meg. Én ezért nagyon hálás vagyok az egész Agapé kitalálóinak, meg a hosszú, türelmes és kitartó munkáért. Nekem ez egy nagy bizonyság. Én ezt viszem el magammal. A sok-sok egyéb találkozás és értékes beszélgetés mellett. Konkrétumokra nem tudok emlékezni, mint ahogy ti emlékeztek. Bennem inkább az fogalmazódott meg, ahogy a mai alkalomra is készültem, hogy nekem van ez a visszatérő belső emőkés küzdelmem, hogy egyedül vagyok, egyedül csinálom, ez a keresztényként, szakemberként megállni a helyemet a világban magány érzete.
És ahogy itt hétről hétre most már a 100. adással is leülünk együtt, és különböző területekről, különböző felekezetekből leülünk egy asztalhoz, és együtt gondolkozunk. Valahol szépen lassan elhitette velem, hogy igazából mi ebben tényleg mindannyian a magunk módján benne vagyunk közösségben. Tehát, hogy a felszín alatt mi tényleg összekapcsolódunk. Tehát, hogy nem igaz az, hogy egyedül vagyunk. Tehát Jézus is azt mondja, hogy veletek vagyok a világ végezetéig, és ez a veletek vagyokban mi együtt is együtt vagyunk. Együtt gondolkozunk, együtt keressük a válaszokat, együtt nem tudjuk a válaszokat. Függetlenül attól, hogy honnan és melyik felekezetből jöttünk, az alap, ha ugyanaz, akkor nem vagyunk egyedül. És ez szerintem ez egy csodálatos megtapasztalása, nekem mindenféleképpen ajándéka az Agapénak is. És azt hagyd tegyem hozzá, hogy akármerre megyek határon, innen és határon túl, ugyanezt hallom a nézőktől is, hogy ők azt mondják, hogy annyira jó, hogy nem egyedül vagyunk. Annyira jó, hogy másokkal együtt gondolkodhatunk. Annyira jó, hogy kihívás elé állítanak a kérdések, a beszélgetések, mert ezek ugye nem befejezett beszélgetések, tehát itt nincsen vége, hanem mi elmondunk valamennyit, amibe befér a műsoridóbe, és utána ők ezt folytatják kint. És ez egy csodálatos közösség, hogy nem vagyunk egyedül. Egymástól se vagyunk függetlenek, és legfőképpen azért, mert Krisztustól se. Hála érte az Úrnak. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönöm a mostani és az eddigi kitüntető figyelmet is. Ezt a műsorunkat, az Agapé valamennyi, mint a századását, újra megnézhetik a mediaclick.hu oldalon, illetve a Bizony Isten YouTube csatornán. Foglalják helyet az Agapé asztalánál a 101. alkalommal is, addig is Isten áldjon őket.